Na itt a 2020, úgyhogy boldog új évet kívánok. Cségóba, hogyha felfejlődünk a 40-es szintre, akkor kaphatunk egy szolgálati érdemérmet az arra az évre. Én már 2016 óta gyűjtöm az érméket, ez a 2016-os, 2017-es, 2018-as, 2019-es. Miután megszereztem egy évben a 40-es szinttel az adott érmet, utána újra felfejlődök 40-ig. Lehetne fejleszteni azt az adott évi érmét, egy színesebbé tenni, de nekem mindegyik fehér, lehetne zöld, kék, vagy nagyobb is, attól függően, hogy hányszor jutunk el fel a 40-esig. De én nem szoktam ezt megtenni, elég, ha megvan az érme, és utána a következő 40-es szintemnél pedig megvárom, hogy új év legyen. Január 1-én beléptem Cségóba, odafelülre rákattintunk Get Service Medal, és akkor megkérdezi, hogy na tényleg akarod ezt a medál? Hát persze, ez a 2020-as szolgálati érdemérem, ez most már az enyém, és akkor újra egyes szintű vagyok, újra lehet felfelé fejlődni akkor a 40-esig, és akkor megint megvárom a jövő évet. Most van egy operation, úgyhogy ez elősegíti a szint lépésünket, ugyanis, hogyha küldetéseket teljesítünk, akkor kapunk ilyen XP-s kártyákat, az pedig egy szintet ad. Szóval ezzel gyorsan lehet szintet lépni, hogyha elhasználjuk őket. Más újdonság úgy nincsen a Cségó világában, az operationek érkeznek hétről hétre, olyan coop küldetés, ami az első héten volt, olyan újra nem érkezett, olyan guardian küldetések érkeztek, amiket ketten kell teljesíteni, de az ugyanolyan pályán, mint amit eddig megszokhattunk. Szóval, ja, hogyha érkeznek majd új frissítések vagy új dolgok a játék, akkor arról készítek majd videót, de ez volt itt most a 2020-ban az új dolog, meg lehet szerezni most már az érdemérmet, és így néz ki, találkozunk legközelebb.